Egy nappal ezelőtt állampolgársági esküt tett itt Böjte Csaba, a déva járvák megmentője, az 500 ezredik külhoni magyar állampolgárként, most pedig a KMKF résztvevőit köszöntötte. Ide szeretném bemutatni, hogy önök Isten gyermekei, felemelt fővel képesek a meglévő forrás sebeket begyógyítani. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma nemzetpolitikai találkozó. Az anyaország és a külhoni magyarok otthoni parlamenti, valamint uniós képviselői ülnek le egy asztalhoz, és beszélik meg a legfontosabb nemzetpolitikai kérdéseket. Most kiemelt témaként a jövő évi magyarországi választásokra való felkészülést vitatták meg. Hogyha egy számottevő erő jelenik meg a külhoni magyarság körében, azok képviseletében, akik a nemzetügyeiben le akarnak szólni, akkor ez az én megítélésem szerint hosszabb távon, de már középtávon is jótékony hatással jár majd a magyar belpolitika mérséklése szempontjából. A KMKF záró dokumentuma szerint a fórum fontos feladata minél nagyobb mértékben és minél eredményesebben megszólítani a külhoni magyar állampolgárokat a jövő évi magyarországi választásokon való részvétel érdekében. Ezért vagyunk nagyon hálások azért a munkáért, amit a VMS elkezdett, és nagyon komoly segítséget nyújtott abban, hogy minél többen tudjanak regisztrálni, és nagyon méltatlannak tartjuk azokat a támadásokat, amelyek ezzel kapcsolatban érték a szervezetet. A KMKF záró dokumentumába így a VMS akciója melletti kiállás is bekerült. Akárcsak az, hogy az emiatti támadásokat méltánytalannak tartják. Egyben a KMKF arra kéri a magyar érdekképviseleteket, tájékoztassanak és segítsék a regisztrációt. Világszerte felszólítja és arra ösztönzi a politikai szereplőket, hogy ezt a folyamatot segítsék annak érdekében, hogy minél több külhoni magyar állampolgár vegyen majd részt a magyarországi parlamenti választásokon. A regisztrálási adatok szerint Vajdaság nem csak a honosítás, visszahonosítás, hanem a választói névjegyzékbe való feliratkozás terén is az élvonalban van. 76 ezeren regisztráltak, és hát a két vezető ország az Erdély és Délvidék. Erdélyből 35 ezeren, és Délvidékről pedig 16 ezeren. A KMKF plenáris ülésén Vajdaságból a VMS köztársasági képviselői közül Pásztor Bálint, Varga László és Fremond Árpád vett részt. Jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Korhec Tamás. Szakértőként pedig meghívást kapott Ágoston András, a VMDP volt elnöke.